ez a tudósítás tulajdonképpen még a pénteken felvetődő, pénteken leesett özönvízhez kapcsolódik. Azért történik ma, mert vártunk akkor még egy nagyobb adagot az előrejelzések szerint, de nem következett be, hála jó Istennek. Viszont most voltak ugyan problémák, de minthogyha a rendszer könnyebben elvitte volna ezt a sok csapadékat, jobb állapotú most a rendszer, kérdezzük Molnár Pált, a városgondnokság vezetői. Valóban nagy mennyiségű csapadék hullott le az elmúlt időszakban. Péntek este kezdte a nagy mennyiségű csapadék a lehullást, majd ezt a szombat hajnali órákban tovább fokozta az időjárás. A város belterületén közel 90 mm csapadékot mértek egyes helyeken. Ez különösebb problémát nem jelentett, kisebb problémát jelentett azon a szakaszon, amelyek korábban is neuralgikus pontjai voltak a belvízelvezetésnek, tehát a város mélyebb pontjain, és azokon a csatorna szakaszokon, ahol gyűjtő rendszerek vannak kialakítva. Ez a Kossuth-Lajos út, Szent László út, Szent István sugárúti kereszteződésére mondható. Itt a tűzoltóságnak is be kellett avatkozni, egyébként a rendszer az ilyen nagy mennyiségű csapadékot az azonnali elvezetés, ilyen nagy mennyiségű csapadék azonnali elvezetésre nem alkalmas, viszont egy másfél órán belül le tudja a rendszer vezetni. Ennek az az oka, hogy vannak zárt csatornák, többek között a Kossuth-Lajos utcán is, és a cső átmérő nem a mostani viszonyokhoz készült. Amikor lefektették ezt a zárt rendszert, nem volt ennyi szilárd útburkolatú út, nem volt ennyi fedett terület, több volt az zöld felület, nagyobb volt a szivárgás, és a pangóvizet puffertárolóként az árkok tudták tárolni. Most gyors a csapadékvíz áramlása, és a átmérő miatt, a cső átmérő miatt egy másfél órás időszakig vízfoltok jelenhetnek meg. Természetesen az önkormányzat belvízelvezetési programjában szerepel az, hogy a Kossuth-Lajos út zárt rendszerét egy nagyobb csőre cserélné ki. Egyébként egy korábbi belvízes pályázatban ez benne is volt, de forrásjel miatt ezt a belvízelvezetési pályázatot elutasították, mint egy 550 milliós beruházás lett volna. De természetesen pályázat nélkül is igyekszünk megoldani ennek a problémának a megoldását. Korábban a Szent László utcának a járdás oldalába egy nyílt, de burkolt árkot sikerült kialakítani, ami nagyban fokozza a víz gyors levonulását. Ezért is van az, hogy a korábbi évek alatt 4-5 évvel ezelőtt időszakot értek, a korábbi évektől eltérően nem alakul ki félnapos, egynapos vízborítás, nem folyik be az ingatlanoknak a magánterületére a csapadékvíz, hanem néhol az árkokból kiöntve a közterületen megáll, és innen szépen levonul. Természetesen a lakosság tanulva az elmúlt időszakból, amennyiben meglátja, hogy telít vannak az árkok, a tűzoltóság felé megy a jelzés, és a tűzoltóság a jó gazda gondoságával kivonul, és megkezdi egyik belvízelvezető árokból a másikba történő átszivattyúzást. Így történt ez az elmúlt időszakban is, tehát múlt péntek és szombat éjszaka is, és sikerült különösebb probléma nélkül ezt az akadályt a tűzoltóságnak, a városgondoksággal közösen megoldani. Tovább fokozta még a könnyebbséget a belvízelvezetés, néha fogalmazhatok így, az, hogy a fő befogadó csatornákat az elmúlt időszakban sikerült végigkaszálni, tiszta állapotban voltak. Gyakorlatilag gravitációs úton le tudott vonulni a belvíz, tehát a fő befogadó csatornákba akadály nélkül tudott befolyni. Korábban ez nem volt mindig így, az elmúlt 2-3 évben erre nagyon-nagyon odafigyelünk. Amikor szárazság van, akkor készülünk a belvízre, és ez mindig kamatosan megtérül. Más területeken, ahol például a tavaszi olvadásokat ott belvizetett, nem jelentkezett ez az eső? Az eső okozta belvíz? Sokkal kevesebb volt a tavaszihoz képest a probléma. Az igazsághoz azért hozzátartozik az is, hogy a csatornák, az árkok sokkal több vizet be tudtak fogadni, ugyanis nem volt telített. Tehát azért egy aránylag szárazabb periódus volt, ezért is esett le egyébként ennyi csapadék egyszerre. Nem volt a város más területén különösebb probléma a belvízzel, a csapadékvízzel. És hát a zárokrendszer az a tavalyi éven okulva, és gondolom szépen karban volt tartva más helyeken is.
Igyekszünk rendben tartani az árkokat a Városgondosságnak a építő csoportjával, ugyanis hozzájuk tartozik a belvizes árkoknak és csatornáknak a rendbetétele, sajnos jóval kisebb létszámmal, mint a tavalyi évben. Az, hogy ilyen gyorsan levonult a csapadékvíz és nem okozott különösebb belvíz pangást, az azért betudható az elmúlt évben és az azelőtti évben történt árok tisztításnak, árok takarításnak, sőt mondhatom azt, hogy az elmúlt évben és azelőtt volt egy átfogó, a befogadó csatornákat érintő teljes kotrás, tehát több kilométert, kb. Egy 6 kilométer befogadó csatornaszakaszt sikerült teljesen kikotorni, az évek óta ott maradt sást, nádat, egyéb növényi maradványt és egyéb hulladékot sikerült kiszedni, és ahogy említettem, akadály nélkül tudott beáramlani a csapadékvíz. Ha a Kossuth-Lajos úti zárt csatorna rendszer nagyobb átmérői lenne, és itt akadálytalanul tudna folyni a víz, akkor nagy valószínűséggel 80-100 méteres csapadék ilyen rövid idejű lehullása idején sem alakulnának ki belvízfoltok. De mint említettem, dolgozunk a kollégáinkkal, egy olyan elképzelés van, ha nem sikerül a Kossuth-Lajos úti csatorna rendszert felújítani, mert az egy nagyobb költségű beruházás lenne, akkor a Szent László utca járdátlan oldalát közvetlenül bekötnénk a 200-as befogadó csatornába, így sokkal jobban lerövidülne az az idő, ami alatt a csapadékvíz távozik a város azon részéről, ahol most csapadékvizes és belvízfoltos területek alakultak ki. Köszönöm szépen, jó munkát kívánok! Köszönöm szépen!